Én biztos vagyok abban, hogy aki ott volt ezen a programon, az nagyon boldog volt, de abban viszont teljesen biztos vagyok, hogy a Móri Zsigmond általános iskola kertvárosi tagintézményébe járó gyerekek aztán fölöttébb, hiszen ők voltak azok az általános iskola, vagy általános iskolások, akik a legnagyobb létszámmal vettek részt ezen a rendezvényen, és ez már jelent valamit, az, hogy jó a közösségi szellem. Viszont én már azt is tudom, hogy ez az általános iskola csatlakozott egy különleges programhoz, úgyhogy mostan boldog iskolások lesznek, hiszen a Boldog Iskola programhoz csatlakoztatok. Sziasztok, jó estét! Egyrészt milyen megfontolásból, és mit is jelent ez a program? Ettől az évtől csatlakoztunk ehhez a programhoz, ami szerintem egy nagyszerű program, és úgy kerültünk bele, hogy mi a nyáron elmentünk a Sonkádi Szabad Egyetemre, ez a Mesterpedagógusok Szabad Egyeteme, és ez egy olyan csodálatos helyszín volt, ahol különböző sátrakban mindenféle szakmai programok voltak számunkra. Itt találkoztunk Bagdi Bellával, aki ennek a programnak az elindítója. No, ő számunkra egy olyan hiteles személyiség volt, akit ha megláttunk, akkor azt tapasztaltuk róla, hogy egy nyugodt, kiegyensúlyozott, igazán boldogságot sugárzó személyiség, és számomra mindig az a hiteles, hogyha szemtől szemben tapasztalom, és a saját érzékeimmel tapasztalom meg azt, hogy ez tényleg működik. Ez egy olyan program, amelynek a során megtanítjuk a gyerekeket a pozitív gondolkodásra, vagyis a negatív gondolkodás mód helyett egy pozitív szemléletváltozáson mennek keresztül, és úgy a stressz helyzeteiket, az egyéb kihívásaikat úgy kezelik, hogy megfelelő technikákat tanítunk velük. Ez egy 10 hónapos program, az iskola 10 hónapját öleli fel, és a legjobban azt tetszik benne, hogy nem kötelező senki számára. Tehát az a pedagógus, aki azt mondja, hogy köszönöm szépen, én ebből nem szeretnék, mert ez nem... Én inkább boldogtalan szeretnék lenni, annak nem muszáj. Maga az a tény, hogy a boldogság tanulható, az azért nagyon ritka az az ember, aki erre azt mondja, hogy hát köszönöm szépen, nem kérek belőle, de mégis kell egy kicsit a közönség, meg a közösség elérzékenyítése, mert nem mindenki vevő rögtön ezekre a dolgokra, de ha látja az eredményét, akkor azt gondolom, hogy mindenki magával ragad. Ugye az a borzasztó, hogy általában felnőttként, az ember felnőttként próbálja a gyermekkori hegeket valahogy besimogatni, bebalzsamozni, és akkor meg folyton egy ideát kerget, a boldogság nagy ideáját, amit aztán rájön, hogy gyakorlatilag, hogyha nem tudja megtapasztalni a mindennapi életében, a pillanataiban, akkor ez soha nem fog eljönni. Viszont a gyerekeinket meg hogyan taníthatnánk meg arra, hogy mi a jó, hogyha mi magunk is csak kergetjük ezt az illúziót. Tehát roppant fontos az, hogy valóban egy picit gyerekként, vagy talán abból a gyermeki ártatlanságból ne kezdjünk el megfertőződni, amikor belépünk az általános iskola kapuin. Én azt olvastam, hogy már az óvodák is csatlakozhatnak, tehát talán attól, hogy minden úgy felgyorsult, lehet, hogy már az óvisok is elkezdenek depressziósak lenni, tehát nem árt őket ideje korán azért egy kicsit felrázni, viszont az általános iskola mindenképpen egy vízválasztó, hiszen sok iskolás már a második hónapban megunja az egészet, és valahol elvágyódik, és úgy láttam, hogy ennek a programnak például része a relaxáció is, amit ugye nagyon sokan nem győznek eleget hangsúlyozni, hogyha megtanulnának a gyerekek meditálni, relaxálni, akkor sokkal kevésbé lennének a stressznek kitéve. Na most a másik kérdésem, hova fér ez be? Hát van egy NAT, van egy ilyen borzasztó nyomás, a krétanapló, meg az elektronikus kütyük, meg mindenféle. Mikor lehet boldognak tanítani ezeket a gyerkőcöket? Minden percben és pillanatban. Én úgy gondolom, hogy a Bagdi Bella olyan csapatot, olyan háttérrel rendelkezik, és olyan csomagot, olyan ötleteket nyújt számunkra, amit ki kell, hogy használjunk, és muszáj. Ugye említetted azt, hogy milyenek is a mai felnőttek. Ezért éreztük mi most nagyon-nagyon fontosnak. Ez a program 2016 óta van, létezik. Volt az intézményünkben olyan pedagógus, akinek ennek már kis szemecskéjét már használta, de elérkezettnek most láttuk azt a pillanatot, hogy ebben a rohanó világban, amikor a szülő ideges, feszült, fáradt, amikor ennyi csonka család van és megélhetési gondok vannak, hogyha a szülő ilyen, akkor a gyerek természetes. Mi pedig nem ilyenek vagyunk. Mi azt szeretjük, hogyha boldogan jönnek, ha mosolygósan. Éppen ezért
minden pillanatba beépítjük, ha szükséges, akkor a szünetekben, de a legfontosabb az, hogy havi szinten minimum egy ilyen órát tartsunk. Hallottam egy rádióinterjút, és ott elmondta valaki, hogy reggel a gyerekek hétre bemennek azért, hogy boldogság órán legyenek. Azok is, akik nagyon jó családban élnek, és azok is, akik kevésbé, nyilván azok meg vágynak ide, és egy anyuka kétségbe esetten sírva felhívta a tanárint, hogy mi történt a gyerekemmel, ugyanis ilyen hála szövegeket rejtegetett el a lakásban szanaszét, és egyszerűen az anyuka totálisan kikészült attól, hogy valami súlyos probléma lehet az egyébként addig soha hálát nem gyakorló gyerekével. Milyen alappillérei vannak, miket tudtok tényleg megtanítani? Bagdi Emőke professzor asszony a Bella segítségére és támogatására készített egy olyan programot, amikor az óra elején, illetve a végén ilyen relaxációs gyakorlatokat. Ez a kézikönyvünkben benne van, ezt mi is tanuljuk. Felnőttként is sokszor ugye, mikor leülünk és elgondolkozunk, ez is az, de itt játékos formában. És ez a nagyon-nagyon fontos, hogy óvodáskortól, 3 éves kortól, 20 éves korig ezt ajánlják. Tehát a pozitív pszichológiát, aki ismeri és tudja, és aki az élménypedagógiának él, és olyan pedagógus, akkor a szemlélete és attitűdje iránt nagy segítséget nyújt ez a könyv. Látjuk itt a gyerekeket, hogy nagyon zizzegnek, mozgásban vannak, mosolyognak. A kiskamaszok, a 7.-8. osok is fogékonyak még erre? Tehát valahol be lehet csempészni az életükbe, hogy legalább úgy menjenek neki a középiskolának, hogy már el van vetve a magja ezeknek a kis boldogság, nem is tudom, kapszuláknak. Minden korosztály alkalmas rá, pedagógus függő, azt gondolom, hogy kinek van rá affinitása, és ki az, aki rááldoz időt. De visszatérve a kérdésedre, az etika órák például maximálisan alkalmasak erre. Tehát vagy ott az osztályfőnöki órák. Így van, az osztályfőnöki, meg pláne felsőbe, de ott is működik az etika. Persze ott ugye nem a teljes csoport található meg, de az osztályfőnök óra például maximálisan alkalmas erre. Ha már itt a felnőttekről volt szó, és a pedagógusokról, gyakorlatilag ez a pedagógusok szellemét is kell, hogy egy picit formálja, illetve hát ugye én magam is pedagógus vagyok, és úgy látom, hogy kell, hogy valami történjen az emberekkel, mert különben kiégnek. Tehát főleg azok, akik már megszokták, hogy őket minősíteni kell, hogy nekik állandóan be kell bizonyítani, hogy ők mennyire jók, de mégis valahol a lelkükben nem érzik a balzsamot. Maximum ugye az előre menet és esetleg egzisztenciálisan lehet, de valahol egy idő után rájön az ember, hogy ez kevés. Persze a gyerekek szeretete egy folyamatos visszajelzés, tehát úgy gondolom, hogy ez a pedagógusokat is megmentheti. De mégsem lehet előírni. Hogy látjátok, most már benne vagytok, hogy azért, hogy is mondjam, fel lehet ébreszteni a vágyat azokban, akik először mondjuk ellenállóak? Igen, igen. Ha én oda megyek és megölelem, vagy azt mondom, hogy rossz napod van, miért? Meséld el nekem. Már ha meghallgatom, ez egy nagyon jó dolog. És erről szólnak az órák is, amikor megbeszéljük mindenkinek, minden tanulónak, óvodásnak, felnőttnek a maga szintjén. Hogy most miért? Jobb lábbal keltél, bal lábbal? Mi történt veled? Meséld el, mondd el. Segítünk neked. És akkor már-már ő hálás lehet ezért, ő már akkor érzi azt, hogy fontos mindenki számára. Én azt gondolom, hogy ez a pozitív megerősítés, ez az odafigyelés, ez a szeretet, a segítség, ez nagyon-nagyon fontos. Még egy dolog, Livi, ugye egy iskola vezetése azt is nézi, hogy milyenek a jegyek, milyen a teljesítmény, milyenek az országos mérések. Kell ezt úgy nézni, hogy esetleg a boldogabb gyerek jobban tanul, és mondjuk majd ez megjelenik egy következő felmérésben, Vagy ezt el kell engedni, ezt a dolgot, és inkább csak a hangulatot kell mérni? Hogy látod? Én a mérésekkel azért úgy csinyán vagyok, én nem nagyon szeretem a méréseket igazából, de mégis egy visszajelzést ad nekünk. Ez a boldogság óra, ez abszolút nem öncélú. Pont ez a lényege, és az ELTA professzorai ezt támasztják alá, hogy azok a gyerekek sokkal jobban teljesítenek, nyitottabbak, oldottabbak, lemegy róluk a teher, könnyebben tanulnak, tehát ezeket a tanulási képességeket elősegíti. Úgyhogy mindenképpen pozitív haszna van.
Hát gondoljunk bele ugye abba, amikor stresszesen végezzük a munkánkat, milyen hatékonysággal tesszük, és amikor tényleg önfeledten belemélyedve, és minden kis pillanatát élvezve, akkor milyen jó dolog születik, akár a mi kezeink közül is. Hát akkor én boldog vagyok, hogy itt voltatok velünk, és reméljük, hogy sokan csatlakoznak még hozzá, hiszen a program nyitott, ugye? Igen. Tehát bárki boldog lehet. A titok itt van leírva gyakorlatilag. Köszönöm szépen!